Polgármester úr, egyre több tűzeset van az idén Lőrincében. A legutóbbinál, ami nem a mai volt, hanem valamikor október 4-e táján, akkor a gaz égett Lőrinci külterületén. Mi lehetett ennek az oka? Kiderült-e? Igen, egyre több a tűzeset Lőrinciben. Az első ilyen, aminél én is ott tudtam lenni, ez az Ady Endre utcai füstkomoly felhő, amiket láttuk a idősek napjáról hazajövet a alpolgármester úrral. El tudom mondani, hogy kimentünk az Ady Endre utcába, és láttuk azt, hogy ég a környező utcába az összes gaz felgyulladva, égett, és a Danyi Krisztián úr éppen figyelte, és mondta, hogy ő próbálja meggátolni a házuk felé menő tüzet, és ott oltogatta a folyótüzet. Sajnos én azt gondolom, hogy itt egy szándékos gyújtogatásról beszélhetünk, de nem derült ki az, hogy ki gyújtotta fel, sőt Krisztián is azt mondta, hogy nem tudja, csak azt vette észre már, hogy megy a háza felé a tűz, de hát ott is a tűzoltók riasztva lettek, és sikerült eloltani a tüzet. A dolog nem volt veszélytelen, mert hogy a szennyvíz átemelő szivattyúnál is lángolt még akkor a gaz. Igen, ez nagyobb problémát is okozhatott volna, hisz amúgy is sok problémát okoz a szennyvíz átemelő szivattyúknak az üzemeltetése, de ha még ez a szivattyú is leégett volna, és ott egy rövid ideig megáll a szennyvíz átemelés, akkor ez problémát okozhatott volna, és sok helyen felgyulladt a szennyvíz, tehát ennek egy ilyen károkozása is előfordulhatott volna. Ma reggel pedig a Május 1 utcában gyulladt ki egy asztalos műhely, illetve egy melléképület. Igen, a reggeli órákban, ahogy éppen én is a munkába igyekeztem volna, már láttam a éjházamtól, mert nem messze lakom onnan, hogy egy nagy füst, gomoly felhő megy felfelé, és ilyen pattogás dörren is hallottam, és láttam, hogy egyre feketébb a füst, és ahogy az autóba ültem és mentem arra, akkor lettem figyelmes, hogy a Május 1 utcai egyik asztalos műhely gyulladt ki. Én lelassítottam, de utána abban a pillanatban nyúltam a telefonhoz, és értesítettem a tűzoltókat, nem álltam meg ott, nem kérdezősködtem, hogy ugyan értesítették a tűzoltókat, hanem én is nyomban a telefonhoz nyúltam, és eletlenül segítségét kértem, mert hogy ő egyenesen hívja a tűzoltókat, mert ott pillanatban se jutott a telefonszám, hogy melyiknek nem sokszor kell ilyet, hál' Istennek, az embernek hívnia. És ő azonnal értesítette, mire beírtam a hivatalomba, azt jelentette nekem, hogy a úton vannak a tűzoltók, és nem telt el szerintem 4-5 perc, és már hallottuk a szirénát, tehát a tűzoltók nagyon gyorsan ide érkeztek. Hál' Istennek, és ahogy én későbbiek folyamán kimentem a helyszínre, láttam, hogy a tüzet nagyon gyorsan sikerült nekik lokalizálni. Akkor már ott a bontások folytak, meg azoknak a tűzgócoknak a helyét próbálták megszüntetni, hogy nehogy esetleg újabb gyulladás történjen, hisz egy faüzembe azért azt gondolom, hogy rengeteg fa van, rengeteg forgács, ami meggyulladhat, és azt teljesen el kellett oltani nekik. Hát sajnos, ahogy én láttam, ennek az épületnek a hátsó része teljes egészében kiégett, nem beszélve arról, hogy az összes villanymotor, az összes olyan berendezés, amivel faipari munkát lehet végezni, szintén elégett, illetve ahogy a tulajdonosoktól megtudtam, 100 mázsa szenet nem végpak voltak oda be. Ha az is meggyulladt volna, akkor én azt mondom, nagyon nehéz lett volna eloltani. Ezért arra kívjuk a lakosságot, hogy sokkal körültekintőbben és sokkal odafigyeltebben kezdjenek el ilyen tüzet esetleg meggyújtani, vagy bármiféle gócpontot előidézni, és az elkövetkező időszakban pedig, tehát én mindenkinek még egyszer a figyelmét hívnám fel arra, hogy a tűz az nagyon veszélyes dolog lehet, hisz ez Lőrinciben már a 3.-4. ilyen tűzeset volt az elmúlt pár hónapon belül. Ráadásul, ami most még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy kezdődik a fűtési szezon. Igen, és hát az emberek elszoktak az ilyen szenes tüzeléstől, hisz legtöbb helyen gáztüzelés volt eddig, de most a mostani nehéz gazdasági helyzetben mindenki próbál visszaállni a fatüzelésre, széntüzelésre, illetve az egyéb hulladékok eltüzelésére, és ez újabb ilyen veszélyes gócpontokat okozhat az egy-egy lakóháznál, ezért mindenkinek kérem a figyelmét arra, hogy amikor tüzelnek, figyeljenek oda, nehogy legyen úgy gyúlékony anyag a kályha mellett, mert az előbb-utóbb bajt okozhat.